Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Longauer Andrást hallhatják, ez pedig itt a legfrissebb adásunk, itt az Ultrahang Plus YouTube csatornáján. A vonalban pedig ezúttal nem más a vendégünk, mint Vasali Zoltán politológus, akit nagy szeretettel köszöntünk, köszönjük, hogy fogadja a hívásunkat. Én köszönöm a megkeresést, és köszöntöm a hallgatókat is. A mai adásunkban is több hírt fogunk érinteni, több híradással kell majd foglalkozunk, viszont mielőtt ezekbe belekezdenénk, még tudjuk hallgatóinkat, hogy érdemes feliratkozni a csatornánkra, ha még nem tették meg, ezen felül pedig továbbra is köszönettel fogadjuk adományaikat a képernyőn, illetve a leírásban megtalálható linkeken keresztül. Nagyon köszönjük a támogatásukat, és cserébe az Ultrahangadásainak reklámmentes felvételét, és emellett podcast felvételeket, és a vágatlan közönség találkozó felvételekhez is hozzáférnek. És hát a szolgálati közleményekkel rend túllendülve, már is belekezdenénk. Ugye közismert, hogy Ursula von der Leyen bemutatta a bizottság összetételét, a legfrissebb bizottság összetételét, és bár még hosszú folyamat vár arra, hogy ez az összetétel véglegesen és véglegessé váljon, azért egy-két dolgot már most láthatunk. Például többek között Várhelyi Olivér pozícióját, aki egyébként egy teljesen másik szerepkört kapott, mint korábban. Ugye most ezúttal az egészségért és az állatjólétért felelhet majd a szomszédság politika és a bővítés politika helyett. Ön hogyan értékeli ezt a lépést? Igazából ez egy technikai lépés volt, ami most így alakult, Várhelyi Olivér ezt a pozíciót kapja, vagy ez emögött azért voltak tudatosabb lépések, esetleg mondjuk szándékosan vették el az egyébként akár picit fontosabbnak tűnő munkakört Várhelyi Olivértől, és kapta ezt a szintén természetesen nem érdektelen, lényegtelen, de azért talán mégiscsak kevésbé izgalmas munkakört. Igen, talán pont az a legjobb, amit említett, ez nagyon fontos, hogy sokan kicsit ilyen cinikusan megmosolyogták Várhelyi Olivérnek az új portfólióját, hogy akkor egészségügyért és állatjóléti kérdéseket felelős biztos lenne. Azért ne felejtsük el, hogy egy Covid után vagyunk, azért Európában egyre erősebb szerintem a koordináció egészségügyi politikában. Kérdés, hogy ez az következő évben ez milyen konkrét feladatokat jelent, és az állatvédelem is, vagy az állatjólét is ilyen. Csak erről a magyar nyilvánosságban kevesebbet beszélünk, de szerintem ez fogyasztóvédelem tekintetében, meg más tekintetben is nagyon fontos. De hogy a másik része a történetnek, hogy igen, ebből látszódik valami, hogyha a korábbi pozíciójához viszonyítunk, hogy lehet, hogy ez ehhez képest talán egy kicsit kisebb jelentőségű. Egy hetet csúszott Ursula von der Leyen a bejelentéssel, látható, hogy több biztos, talán a francia, vagy nem, az olasz jelöltet is értékelték úgy, hogy kockázatos jelölt, hogy itt van egy sakkozás a háttérben, hogy a tagállamok jelöltjeiből hogyan lehet összerakni a következő évre egy ilyen európai kormányzás képes európai bizottságot, hogy itt a politikai feszültségek mellett azért ott van az is, hogy többfajta normát próbáltak érvényesíteni, azt, hogy ha valaki nőt jelöl, annak plusz értéke volt, és akkor annak akár gazdasági tekintetben egy komolyabb portfóliót adtak volna. Én azt gondolom, hogy a következő időszakban, és szerintem ez a hallgatókat is érdekelheti, hogy majd meglátjuk, hogy az Európai Parlament ezeket a jelölteket hogyan hallgatja meg. Ennek szerintem nagyon fontos jelentősége van, mert akkor itt előadják azt, hogy mit gondolnak a területről, és hogy mit gondolnak a következő éveknek a feladatairól, és itt nagyon fontos jelöltek vannak. Gondoljuk bele abba, hogy ebben az új bizottságban most olyan pozíciók is vannak, mint például a lakhatásért felelős biztos. Ilyen például korábban nem volt. Tehát mondják a szakértők egy része, szerintem joggal azt állítja, hogy ilyen szociálpolitikailag is aktív próbál lenni majd a következő Európai Bizottság, vagy ott van az Ukrajna megsegítésével kapcsolatos bizottsági poszt. Tehát, hogy ezek a személyek mit fognak képviselni, az megmutatja azt, hogy a következő pár évben mire számíthatunk az Európai Bizottság kezdeményezései tekintetében. Ugye természetesen a magyar biztos kérdése abban a kontextusban is fölmerült, hogy Ursula von der Leyen és Magyarország viszonya, ezen belül is pontosabban fogalmazva Orbán Viktor és a kormány viszonya, azért az elmúlt időszakban igencsak hullámos és viharos múlttal rendelkezik, és ennek kapcsán kérdezném, hogy ön mennyire lát ebben a döntésben egy olyan fajta lépést, egy olyan fajta húzást, amelyben az érzékelhető, hogy az egyébként ugye Ukrajna csatlakozási kísérletével, illetve egyéb felmelegedő szomszédságpolitikai kérdésekkel
tűzdelt időszakban nem Magyarországnál hagyta ezt a biztosi munkakört. Ugye Várhelyi Olivér egyébként úgy fogalmazott, hogy ő azért úgy gondolja, hogy jó munkát végzett, és fölmerülhet annak a kérdése, hogy Ursula von der Leyen olyan szándékosan helyezte a háttérbe Magyarországot, és ennek köze lehet-e Orbán Viktorhoz és a magyar kormány politikájához. Annyi szubjektív történetet hadd tegyek hozzá, hogy én a hallgatóimat az egyetemen pont ebben az évben kétszer is vittem Brüsszelbe, és az utóbbi találkozás alkalmával meghallgathattuk ott személyesen is Várhelyi Oliver előadását, és feltettek kérdéseket a hallgatóim, és tényleg az volt a benyomásunk, hogy nagyon felkészült. Tehát ugye a balkáni bővítés kapcsán annyira képben van, hogy lenyűgöző, és nem akarom túlfényezni. Tehát így szakemberként azt gondolom, hogy sokan vádolták azzal, hogy magyar érdekeket képvisel, ami ugye önmagában tilos, meg hogy az Európai Parlamentben bekapcsolva maradt a mikrofonja, és akkor ebből botrány volt, el is emlékeztetnek a hallgatók, de hogy ettől függetlenül egy felkészült politikusról van szó. Itt a háttérben kétségtelen tény, hogy arra is számítanak, hogy az Európai Parlamenti meghallgatása után őt akkor nem fogadják el, pont ilyen kritikák miatt, és akkor lehet, hogy egy ilyen második, tehát az európai parlamenti képviselőkből választ majd egy nőt, például Orbán Viktor, aki a második körben lehet, hogy ez már ugye többször előfordult. De a lényeges kérdés, vagy a még ennél is lényegesebb kérdés rátérve, az, hogy most Magyarország Európai Uniós féléves elnök, az egy ilyen tematikát már önmagában ad ennek az egész kérdésnek, tehát az, hogy most mi a versenyképesség és a Draghi jelentés kapcsán próbálunk valamit letenni az asztalra, ez is egy fontos téma, ami különben az Európai Bizottságnak a tevékenységét is meghatározza, illetve ami a kérdés alapvető részét meghatározza, amit ön föltett, hogy mire számíthatunk ilyen konfliktus tekintetében a bizottság és Magyarország kapcsolata esetében. Én azt látom, hogy ami viszont ilyen tartós marad, ez a jogállamisági eljárásnak a fenntartása. És hogyha ezt hozzáteszem azt, hogy a mi elnökségünk után egy lengyel elnökség következik, ahol Tuskék már előre kijelentették, hogy ezt a témát, hogy ki hogy működik demokratikusan, hogy ilyen tekintetben milyen problémák lehetnek az egyes tagországokkal, nem különben lehet, hogy majd a következő közben nem csak rólunk szól majd ez a történet, hanem más országokról is. Tehát arra akarok kiukadni, hogyha azt mondjuk, hogy a Green New Deal meg az egész zöld átállás kiüresedett, és akkor ez most a következő 5 évben nem lesz egy fontosabb szempont, de emellett azt látható szerintem, hogy a törekvések tekintetében például a jogállamiság meg a demokratikus normáknak a betartása az egy olyan fontos szempont lesz, ami meghatározó a bizottság működése kapcsán. Mindig egy érdekes szál látott napvilágot a bizottság bemutatása mentén. A Politico jelentetett meg egy olyan beszámolót, amelyben belső európai uniós tisztségviselői forrásokra hivatkozva felvázolták, hogy igazából von der Leyen ezzel a bizottsággal az utolsó simításokat végezte el egy olyan folyamatban, amelyben az egyébként már a Covid időszak és az előző ciklus alatt is tapasztalható erőskezű politikáját jártatja csúcsra. Egészen pontosan úgy fogalmazott a Politico, hogy királynőből lett császárné, és az utolsó kritikus hangokat is eltávolította maga körül. Egyébként beszélt itt Franz Timmermansról, de Charles Michelről is például, akik ugye nem pontosan a bizottság területén, de egy tágabb európai politikai szintéről is eltűntek olyan szereplők, akik eddig hangosan kritizálták von der Leyent. Ennek kapcsán kérdezni, hogy mennyire lát ebben realitást, erre esélyét, és mennyire állhatja meg a helyét a Politikónak az ezzel kapcsolatos tényfeltárása, hiszen valóban ez a helyzet, hogy von der Leyen a saját pozícióját erősítette meg, akkor az amúgy is sok kérdőjellel tűzdelt bizottság kérdését talán plusz egy kérdőjellel nehezítheti meg. Ön hogy látja ezt a kérdést? Ez mert egy olyan szempontból izgalmas probléma, hogy és itt Orbán Viktorhoz is kapcsolnám ezt az egész kérdéskört, hogy sokan azt mondják, hogy a migráció által okozott konfliktusok és egy csomó olyan feszültség, ami megtereli egyrészt a tagállamok együttműködését, másrészt az európai intézményeknek az alapvető működését, az a következő egy évben meghatározó kérdés lesz, és én ebből arra következtetek, hogy akár, és még ide kapcsolatjuk különben a bővítést is, hogy és a Draghi jelentésben benne van az a versenyképesség erősítésén túl, hogy el kéne törölni a vétót, hogy lehet, hogy a tagállamok vezetőinek egy része azt gondolja, hogy újra kéne gondolni azt, hogy miről
döntünk közösen, és miről döntünk egyedien, vagy mi tagállami szinten. Értem ez alatt. Tehát, hogy ezzel azt akarom mondani, hogy bár kevesen mondják ki, de ugye ez azt jelentheti a későbbiekben, és lehet, hogy ezt érzékeli Ursula von der Leyen is, hogy egy új szerződést kéne megalapozni, vagy el kéne kezdeni egy vitát arról, hogy akkor most azon túl, hogy van többsebességes Európa, és ezt a Schengeni együttműködés kapcsán, meg az Eurózóna elvárásai kapcsán láthatjuk úgy önmagában a gyakorlatban is, de ugye el kéne kezdeni egy vitát arról, hogy akkor most a 27-ek, később majd a bővítés után akár 30-ek vagy 32-ek, hogy gondolkoznak arról, hogy mit kell együtt eldönteni, és akkor itt szelektáljunk, hogy lehet, hogy amit eddig együtt próbáltam meg harmonizálni, akár a migráció ügyben, akár a gazdaságpolitikai kérdések egy részében, ott nem feltétlenül akarnak a tagországok együttműködni, hanem van egy rizik, aki igen, és van aki nem. Tehát és ez hogyan befolyásolja a döntéshozatalt, és hogyan kéne az intézmény preferenciáit átalakítani, és ebbe kapcsolódik az, amit kérdezett is, hogy akkor az új bizottság, és ez a Ursula von der Leyen által vett új lendület, ami a következő mandátumot meghatározza, hogy akkor ez hogyan értelmezhető? Tehát a bizottság akkor tényleg arra a felhatalmazást, hogy egy csomó kérdésben meghatározza, hogy mi az európai érdek, ezt képest több tagállam ezzel tiltakozik, ne felejtsük el, hogy Németországban választások lesznek, az, hogy egyáltalán önmagában ez a francia-német együttműködés, ami eddig ugyancsak meghatározó volt, ez működik-e a későbbiekben is. Tehát, hogy ebben azt akarom mondani, hogy nagyon sok nyitott kérdés van szakpolitikailag is, meg az intézmények döntéshozatalát érintően is, hogy ez lehet, hogy az lenne a legnyitottabb, vagy legtisztább, hogy milyen felvetés, hogyha egy új szerződésben próbálnák rögzíteni. És még egy utolsó mondat, hogy ez azért nehéz, mert egy ilyet lehet tenni az asztalra, több éves folyamat volt, legalábbis eddig. Na, mindenkinek megvan a saját preferenciája, érdeke, hogy mit tenne bele ebbe a szerződésbe. Nagyon nehéz egy ilyen új szöveget, vagy egy jogilag kötelező szöveget letenni az asztalra. Úgyhogy ezért lesz izgalmas ez akár a lejjennek a törekvése, hogy hogyan működhesse a bizottságot, akár a tagállamoknak éppen a felhelyes aktivitása. Ugye a politikó azt is elkezdte feszegetni, ha már említette a tagállamokkal való viszonyt, hogy például Emmanuel Macronnak is eléggé meg kellett lepődnie, ugye Ursula von der Leyen biztosi megjelölésein, ugyanis ugye köztudott volt, hogy Ursula von der Leyen azért lobbizott, hogy Thierry Breton-t azért léptessék vissza, hogy Franciaország majd egy komolyabb portfóliót kaphasson az újonnan alakuló bizottságban. Ez viszont bizonyos szakértők szerint egyáltalán nem történt meg, és ezzel ugye egyrészt Franciaország teret veszít a bizottságban, mindeközben ugye arra, hogy ön is említette, azért Németország szerepköre is folyamatosan erősödik, vagy éppen gyengül. Ursula von der Leyen nagyon erősen keveri a kártyákat, és ezzel kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy ön szerint lesz-e egyfajta töréspont, egy olyan pont, ahol mondjuk, vagy lehet-e egyáltalán létezik egyáltalán lehetőség egy töréspontnak arra, hogy mondjuk bizonyos tagállamok esetleg megelégeli azt, hogy Ursula von der Leyen milyen módon játszik a kártyákkal, hiszen a politikó is felvetette, hogy azért nem csak nekik van szükségük Ursula von der Leyenre, hanem fordítva is, és talán pont a következő időszakban, ahol a tagállamok szavazatára, a tagállamok támogatására leginkább szüksége lesz von der Leyennek, akár egyébként a bizottság ratifikálásában is. Lesz-e itt kenyértörés? Hogyan kell ezt a folyamatot elképzelni? Szerintem alapvetően ez a feszültség már ott eldőlt, hogy ki lesz a bizottság elnöke. Tehát most az, hogy hogyan áll fel ez a struktúra, az valóban újabb törésvonalakat generálhat, de hogy én most néztem az Európai Parlamentben, amikor ott volt a biztos elnök asszony, és bejelentette az új bizottsági pozíciókat, és akkor ő is hangsúlyozta, hogy kiből lesz alelnök, tehát hogy hogy talán hatan vannak a biztos jelöltek közül, ott ő külön törekedett nem csak a gender kvóta betartására, mert szerintem azért ez is érzékelhető, hanem az, hogy a régebbi, tehát mint a 15 előtti tagországokból is legyen három, és az új tagországokból is legyen három. Már úgy értem az új tagországokat, ugye mondjuk a volt szocialista országokat, már EU tagok, abból is legyen három. Tehát, hogy egy ilyen a korábbi törésvonalakat így megoldó kompromisszumot tükrözi azt, hogy a bizottság vezetése ilyen szempontból majd hogyan néz ki, legalábbis szerinte a későbbiekben. Ebből azt akarom mondani, hogy a másik részről persze az is nagyon érdekes, hogy több európai vezető ország most
ugye Macron ilyen szempontból kiemelkedett, még az olimpia előtt elkezdte ezt az európai szuverenitás dolgot is ügyesen tolni, és ez több más európai tagországnak a jogos pozitív visszajelzését is eredményezte. Tehát arra kell kivárni, hogy most a bizottság felállása többről szól, mint hogy mit látunk majd, hogy milyen szakpolitikák lesznek, amik ebben képviselődnek, hanem arról is szól, hogy milyen európai koncepciót próbálunk a későbbiekben majd érvényesíteni, és ebbe beleszólása van például Macronnak, csak olyan tekintetben viszont mégiscsak áttételesen, hogy ott van például a lengyelek, akik igencsak ilyen egyre inkább meghatározóak lehetnek ilyen szempontból. Tehát, hogy most a következő hetekben azt látjuk majd szerintem, hogy ezek a kompromisszumok a részben a nyilvánosság előtt hogyan rajzolódnak át, és ez nagyon izgalmas és nagyon érdekes lesz. Igen, és ahogyan is említette, Lengyelország szerepe is felértékelődik, viszont megint csak a politikóra hivatkoznék ebben a beszélgetésben utoljára, ebben az elemzésükben azt is megemlítik, hogy ezek a tagállamok, az ön által is felsorolt legmeghatározóbb tagállamok viszont egytől egyik belpolitikai válságokkal küzdenek, és hogy ez is oka lehet annak, hogy von der Leyen egy picit nagyobb teret kap, több mozgástere van abban, hogy éppen hogyan és kit tol odébb egy-egy óvatlan helyzetben. És ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy ön szerint mennyire, hogyan lehet felrajzolni azt az egyensúlyt, ami jelen pillanatban Európában a belpolitikát és a közös európai politikát jellemzi, az e kettő közötti egyensúlyt, hiszen nem kis dolog az, hogy egy elemzésben az jelenik meg, hogy az összes meghatározó tagállam igazából befelé fordul, belső problémákkal foglalkozik, és mindeközben pedig az Európai Uniós közös politika meg igazából egy nemzetek felett álló bürokratikus intézmény működésén alapszik, a tagállamok közvetlen és aktív befolyásoló szerepe nélkül. Hogyan kell ezt az egyensúlyt elképzelni? Tényleg van tapasztalható egy ilyen billenés? Én szerintem az integráció történet részben azt bizonyítja, hogy azért ez nem akkora újdonság. Most ez lehet, hogy mindig minden egyes ilyen ciklus idején újként éljük meg, de hogy ez szerintem egy ilyen normális dolog olyan tekintetben maradva pár olyan kérdésnél, amit már eddig a beszélgetésben említettünk, hogy a migráció, jó, igen, tehát Lengyelországtól Németországon át a franciákig bezáró, de akár minket érintően is, ez egy ilyen fontos belpolitikai és európai kérdés is. Ezért mondtam az előbb azt, hogy erről kell egy nyílt politikai vitát folytatni, akkor most ezt közösen próbáljuk megoldani, vagy nem csak, hogy megoldani, hanem hogy szabályozni, inkább ez a jó kifejezés, vagy pedig külön-külön. És akkor ez persze hatással lesz az együttműködés minőségére is. És hogy más részben belpolitikai kérdést említsek, az, hogy a nyugdíjrendszereknek a reformja melyik országban hogy áll, vagy akár a Váhely Oliver kapcsán, amit a egészségügyi rendszer reformja hogy áll, ezek úgy tűnik, mintha ilyen tagállami szintű kérdések lennének, és a szuverenitás alapján kéne eldönteni azt, hogy mi hogyan változik, de mégis európai szinten is közösen is fontos. Akkor én ebben csak arra akarok utalni, hogy én azt érzem, hogy hiába van egy ilyen nemzetállami reneszánsz Európában a szélső jobb meg a jobb oldal előretörés kapcsán, én akkor is azt gondolom, hogy vannak olyan kényszerek, és nem felejtsük el a klímapolitikát, meg a Európát, tehát Európa egyik részén erdőtüzek vannak még mindig, és a másik részén még árvizek. Tehát, hogy ezek olyan közös feladatok, amiket úgy kell menedzselni európai szinten, hogy a tagállamoknak a működését is befolyásolja. Lehet, hogy Orbán Viktor azt mondja, hogy hát ha Brüsszelre váltunk volna, akkor most hol tartanák a gátoknak az emelése, vagy a megerősítése, de ez persze csak egy ilyen politikai kommunikáció. Én azt gondolom, hogy egyre több politikainak tűnő kérdés európai szinten kell, hogy megoldódjon, és nagyon érdekes lesz, erre akarok kiukadni, hogy a következő 7 éves költségvetésnél ezeket a prioritásokat forrásokkal hogyan tudják megtámasztani, legyen szó akár versenyképességről, vagy a legégetőbb társadalompolitikai kérdésekről, hulladékgazdálkodáson át, árvízvédelemen keresztül a klímapolitikáig. És ha már különböző politikák, és talán ahol tényleg egy érdekes módon megfigyelhetőek ezek a folyamatok, az a migráció kérdése, és tekintve, hogy ennek most különösen a friss hírek szerint még egyre súlyosabb belpolitikai Magyarországra vonatkozó vonatkozásai is vannak, azért vonatkozna ide. A következő kérdésem, ugye a bizottság alakulását követően az egyik hatalmas vitát kiváltó kérdés az az volt, hogy az osztrákok kapták a migráció és határpolitikáért felelős területet, és egyébként tekintve, hogy nekik azért igencsak drákói, olykor már spártai
hozzáállásuk volt a kérdésben az elmúlt időszakban, sokan ezt nem szemlélték annyira jó szívvel. Viszont párhuzamosan mindezzel Magyarországot pont olyan kérdésekért, hogy legalábbis optikai szempontból, ha az ember a híreket olvassa, úgy tűnhet, hogy pont ugyanazokért a kérdésekért, amit egyébként például amúgy az osztrák kormány is sokszor igen határozottan és pedánsan követett és pedánsan járt el, pont olyan kérdésekért akarnánk büntetni Magyarországot is többek között. És ezzel kapcsolatban vonatkozna ide a következő kérdésem, hogy miért lehet az például, hogy miközben az osztrákok megkapják az ezzel kapcsolatos portfóliót, és Manfred Weber még a saját képviselőtársaival szemben is védi azt, hogy az osztrákoknak kell ezt a portfóliót megkapni, hiszen a határvédelem és a migrációpolitika rendkívül fontos. Párhuzamosan pedig a bizottság már elkezdte jelezni, hogy hajlandóak akár levonni azt a 200 millió eurós büntetést, amit egyébként Magyarországnak fizetnie kéne. Egy olvasó hallgató számára ez furcsa lehet párhuzamosan ezt a két fejleményt szemlélni. Magyarországot büntetik, mert szigorú migránspolitikát vezetne, a bizottságban pedig új király kiáltanak mindeközben a migrációpolitika tekintetében. Hogyan kell ezt elképzelni? Egy picit talán furcsálhatják sok. Én azt gondolom, hogy ott kell ketté választanunk a kérdést, hogy az egyik része az, hogy valaki ezt akár az osztrákoknál, akár a magyaroknál úgy kommunikálhatja, hogy van-e olyan ilyen szolidaritási mechanizmus az EU-ban, vagy bármilyen ehhez hasonló mechanizmus, ami azt kéri a tagországoktól, hogy ők zárkoznának, és azt gondolják, hogy nem ilyen szempontból nem multikulturálisak és nem integratívak, hogy mégis ennek ellenére fogadjanak be menekülteket. Én azt gondolom, hogy ez a része ennek a vitának, ami kicsit ilyen szomorúbb. Tehát, hogy nem. Tehát én azt gondolom, hogy az EU nem ezt kéri a tagországoktól. A nyár közepén még az Európai Parlament választások idején elfogadott migrációs paktunk, és a Magyarországnak kiszabott büntetés is arról szól, hogy ha valaki menekült kéremet nyújt be Magyarországon éppen, az megkapja azt egyrészt emberi jogilag, minden más tekintetben, ami az uniós szabályok szerint elvárható. Tehát azt, hogy ezt a kérelmet hogy bírálják el. Tehát én azt gondolom, hogy mindig van egy ilyen nagyon torz áthallása a tagállami szintű belpolitikai nyilvánosságban, és ehhez képest az európai nyilvánosságban, hogy mi az EU-s elvárás, és hogy ezt próbálja szerintem sajnos néha a kormány is kihasználni, hogy mintha minket arra szólítanának, hogy olyan bevándorlókat fogadjunk be, akiket igazából a társadalom lehet, hogy nem akar, ebben sem vagyok teljesen biztos, de itt szerintem nem erről van szó, és ezért gondolom azt az alapkérdéssel kapcsán, hogy most egy ilyen osztrák jobboldali politikus lesz ennek a témának a felelőse, ennek a portfóliónak a vívője a későbbiekben. Én azt gondolom, hogyha ez tényleg arról, vagy arra vonatkozik majd, ami az uniós jogszabályok alapján feljogosítja az érintett szereplőt, hogy betartatja a tagországokkal azt, hogy hogyan lehet egy menekült kéremet elbírálni, és hogy hadd mondjak még mást, hogyha maradunk a migrációs politikánál, hogy ne felejtsük el, hogy a Lejjenféle Bizottságnak a mandátuma végén több szerződést kötött olyan országokkal, észak-afrikai országokra gondolok, akik ilyen donorországok ilyen tekintetben bírálták őket kapásból, amiatt már, hogy ezek így nem demokratikusak és nem megbízhatóak, miközben az ember, vagy a bizottság arra törekszik, hogy őket beterelje egy olyan viszonyrendszerbe, ahol már ott Afrika területén elbírálják a menekült kérelmeket, vagy otthon az olasz például Albániában egy külön szigetrész bírálnak arra vonatkozóan, hogy ezt már ott megtessék. Arra akarok kiukadni, hogy szerintem ilyen tekintetben az, ami különben belpolitikai feszültségeket okoz, aztán egész jó kezelni az Európai Bizottság, hogyha ez, hogy mondjam, meghatározó politikusok partnerségét is megszerezhetnénk. És hogy akkor, ha már felvetette annak a kérdéskörét, hogy a bizonyos európai tagállamok szeretnének ettől akár eltérni, vagy legalábbis bizonyos általuk hangoztatott alapelvek mentén, ugye a magyar fél már jelezte is, hogy akkor ők igazából a büntetés megkerülése végett, akkor végeredményben nem a büntetés nem megfizetését fogják akkor választani, mint opciót, hanem akkor ők önmagában kivételt szeretnének kérni az uniós migrációs politika alól. Ezzel kapcsolatban nekem személyesen leginkább realitásbeli kérdései merülnek fel, hogy az elképzelés szép, mármint abban olyan szempontból, hogy akkor megkerüljük a kérdést, és akkor a kérdésen kívül oldjuk meg a kérdést, viszont ennek ellenére azért gondolom, hogy az európai szintéren, főleg, hogy a migráció, hogyan is említette, ennyire fontos az európai összpolitika szempontjából. Ennek nem túl sok realitását érzem első hallásra, de átadom önnek a szót, hogy ön hogyan látja, reális ez az elképzelés?
Ez megint arra a problémára terít bennünket vissza, vagy a beszélgetésünket, hogy akkor most gondolkozunk el azon, hogy ezt most közösen kell intézni, vagy külön-külön. Az, hogy a Lisszaboni szerződés a migrációs politikát már egy ilyen minősített többséges együttműködésként képzeli el, tehát nem nagyon van vétójogunk, de mégis van opt-out, tehát hogy csak arra utalok, hogy igen, jó, oké, akkor a magyar kormány képviselje azt, hogy se a szolidaritásban nem akar részt venni, ilyen morcoskodik, amiatt, mert a déli határkerítés finanszírozásában az Európai Bizottság kevés támogatást adott, nem semmi támogatást adott, de hogy keveset, hogy ebben van egy ilyen alapvető konfliktus. Jó, oké, akkor legyen ez egy ilyen tartós magyar álláspont. Kérdés az, hogy ehhez más európai tagországok hogyan tudnak csatlakozni, vagy hogyan bírálják ugyanezt. És tehát a későbbiekben akkor mondjuk azt, hogyha mondjuk pont egy ilyen időszak előtt beszélünk erről, amikor talán a migráció sem más csökken, hogy akkor a következő időszak előtt, tehát a következő tavaszig, ebben legyen egy olyan döntés, hogy akkor ezt közösen csináljuk, vagy sem, tehát, hogy és ebben már a magyar elnökség vége is szerepet játszott, és a lengyel elnökség eleje is szerepet játszott, ráadásul pont ebben új sok konfliktus van a két ország között ilyen más tekintetben, de ebben lehet, hogy van például egyetértés. Tehát itt a bizottságnak lesz majd szerepe, hogy hogyan tudja ezeket olyan tagállamok közötti konszenzussá alakítani, hogyha ezek ilyen tartósak. Nem tudok mást mondani erre. És akkor kilátások tekintetében még annyit szerettem volna öntől megkérdezni, hogy akár a továbbra is elmérgesedni látszó európai, magyarországi kontextusban, akár más kontextusokban, esetleg sokakban fölmerülhet annak a kérdése, hogy a biztosok leosztása tekintetében a különböző meghatározó, nagyhatalmi, tehát Európát meghatározó hatalmi struktúráknak most gondolok itt akár Franciaország, Németország, Lengyelországban zajló instabil eseményekre, stb. Stb. Rengeteg olyan eseményt lehet olvasni, amik arra engednek következtetni, vagy azt az esélyt, lehetőséget vetik fel, hogy nem biztos, hogy a legstabilabb időszak következik politikailag és kormányzás tekintetében, és ennek kapcsán kérdezni, hogy mennyire tart a következő időszaktól, hiszen azért nem kevés politikai csatározásnak nézhetünk elébe bizonyos elemzők szerint. Sokan még azt is feszegetik, hogy ha bár most például Meloni és von der Leyen viszonya elég békésnek és megfelelőnek tűnik, viszont ez később még határozottan és keményen el is mérgesedhet, és ezek a politikai csatározások, illetve akár egyébként Magyarország közvetlen összecsapási az uniós központi korlátozásokkal szintén jelenthetnek problémát, és mondjuk például egy magyar ember, aki itthon ül és hallgatja ezeket a híreket, az lehet, hogy mondjuk tényleg csak annyit tapasztal a kérdésből, hogy megint visszatartják a forrásokat, már azt a 200 millió eurót is, és végeredményben kevesebb a pénz, nagyobb a káosz, és a következő időszakban ennek ellenére még a legfontosabb problémák meg se kerülnek oldásra. Nézzük akár a migrációt, akár más komoly kérdések, hogy mondják ezt, nagyobb összességét. Hogyan látnának a következő időszakot? Valóban ezt lehet elmondani, hogy a pénz fogy, a problémák nőnek, és nem igazán várható a közeljövőben ezzel kapcsolatban tisztulás és rázós időszakra kell fölkészülni, vagy ahogy már korábbi kérdések mentén említette, azért ez nem teljesen újdonság, és azért látunk már ehhez hasonlót, és nem kell annyira a vészharangot fogadni. Én azt látom, hogy annyira sokan vannak azok, akik pessimisták Európa jövőjét tekintve, meg hogy az együttműködés minőségét tekintve. Én akkor hadd legyek optimista ilyen szempontból, de nem idealista, vagy jó értelemben vett idealista, akkor én azt gondolom, hogy amikor a Magyarország esetében gondoljanak a hallgatók csak a Policy Solutions-nek a legfrissebb tanulmányára, ami nézi a magyar társadalom viszonyát az európai intézményeknek a bizalmi indexe tekintetében, még mindig megelőzi a magyar kormányát. Gondoljunk bele, hogy egy ilyen permanens negatív kampány esetében is még ez működik. Tehát lehetnek olyan fontos alapdilemmák, amiben az európai közös álláspont az a magyar érdekkel szembe menőnek tűnik, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy az esetek többségében, a közös piac működtetésében az, hogy nekünk ebből most fel vannak függesztve a forrásaink, de még mindig, hogyha a szaladót nézzük, hogy nekünk ebből mennyi előnyünk származik, míg a józan állampolgárok többsége is érzékeli, hogy persze, hogy érdemes benne maradni ebben az együttműködésben, a konfliktus ellenére. Én azt gondolom, hogy ez az intézményrendszer, meg az együttműködési keretrendszer átalakulóban van, de képes arra, hogy ilyen mérható, durva konfliktusoknál is kihordja azt a politikai kompromisszumot, vagy konszenzust,
ami majd működtetheti a következő években ezt a közösséget ilyen tekintetben. Tehát ugye ebből a szempontból érzem azt, hogy én azt gondolom, hogy optimistának is lehet lenni. Akkor mindenképpen megfelelő végszó ez, egy picit optimistán zárjuk. Nagyon szépen köszönöm a hallgatóinknak a figyelmet, és a szakértő vendégnek is, hogy itt volt velünk a vonalban, és rávilágított ezekre az összefüggésre. Én köszönöm a lehetőséget, legjobbakat vissza!